Jaj, nem is tudom, hogy bemenjük-e. Itt nem tudom, valahogy itt lehet, itt kéne kezdenem. Jaj. Bemutatkozom, Gáspár Győzi vagyok. Én nekem nem mutatkozom be, mert hát a rontás az készfogásra terjed. Amikor Marika néni megjött, első benyomásra nem mondom őszintén, szimpatikus volt. Az nem tetszett, hogy nem fogott velem kezed, de megértem, hogy ne adjam át neki a csohanoságot. Nekem nagyon fajn gazsinak tűnt. Ne fogjon kezed sose senkivel. Atya úristen. Jaj, nekem a lábam remeg. Hát Győző, ez maga egy boszorka. Maga egy boszorka. Hát a boszorka. Nem, nem vagy egy boszorka, nekem csak a család. Nem, én nekem a putnoki javasasszony a familiám, aki meghalt annó a szellemlátó. Hát azt tudják, ismerik, hallották a putnoki javasasszonyt. Hát jó, csak itt ön energiát. Hát óvatosan, csak óvatosan, nehogy valami rosszat hozzon. Csak itt ön energiát. A végén meghalunk itt a helyszínen. Hát nem, de olyan energiát van. Itt, hát igaz. Úristen, most ez komoly, most ez komolyan ide hívatott egy ilyen nőt, aki állítólag, de csak állítólag, le fogja tudni venni a házról, meg rólunk a rontást. Hát most nem akarom azt mondani, hogy ő volt maga megtestesült boszorkány kinézetű boszorkány, de szerintem igen. Tehát, hogyha most valami rossz fog ezután velünk történni, akkor azt ő hozta ránk. Teljes mértékben. És akkor majd Győző leshet, mint hülye a moziba. Na, mit mondtam? Mit mondtam? Most ezt így kell hagyni nyitva, vagy ez hogy van? Hát egyenőre hagyja nyitva. Na, akkor ezt így hagyom. Hát még ki az ablakokat is. Hát nyitva van? Itt van, úristen, hát én... Várjon, akkor ezt így behúzom, mert mit szól ebben? Azt a keresztet nekem most ajándékba. Hát nem ajándékba, hanem egyszerűen én nem kikerülzöm a negatív energiákat. Hát itt rontás van a házon. Rontás van magán. Hadd meg ő vele együtt. Ne nézd, ma hát beszél maga, Ágyi. De le kell venni a rontást. Igen. Most ilyen van ronta? Te rajta. Itt, ahogy jön, kicsit. Itt is egy kicsit, de itt nagyon, nagyon. Akkor én megiszom a kávét. Itt nagyon, magán nagyon, nagyon. Ezt le kell venni. De még nem csak rontást. Nem csak rontást. No. Átok, rontást. Isten, én nem végem. Maga nem tetszik bejönni, elnézést? Hát bemegyek, csak... Ott fog, nem, fog történni hát jó, minden azért, a kis előtérbe? Na jó, azért gondolkodom én, hogy mennyi pénz az amiért jó, hogy ez... én leveszem. Aha, ezt a lakást. Én nem tudok fizetni, kérem szépen. Én hívtam magam. Én fizetek itt a fizető. Megmondta, hogy duplán fizet. Igen, és mi van rajta? Hát magán. Ne érjen hozzám, csak így a közebb a kezem. Legalább négy átok és három mondtam. A Gágyi egyből megérezte, hogy itt nagyon sok csohanó van, remegett a lába a Gágyinak, nem mondom őszintén. Én addig vártam, hogy jöjjön, azt szedje le rólam a rontást, meg az átkot. Azt mikor mondta, hogy én nem csak csohanosságban meg vagyok átkozva, na akkor én ma azt nagyon megijedtem. De én tudom, ki átkozott, megverje meg őket, a ménykő verje meg őket, mikor leátkoznak engem. És soha senkit nem bántok, engem mindig átkoznak.